Nézd minket? Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk, ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak. A következő vendégünk Orosz Bernadett lesz Skype kapcsolaton keresztül, aki Miskolc egyik egyéni választókerületében szeretne képviselő lenni, és a képviselő jelölti státuszt már elérte, mert hogy nyilvántartásba vették, és Skype kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Viszont engedje meg azt, hogy felidézzem, megint sajnos fel kell idéznem azt, hogy önnel mi történt 2019. november 9-én, és azért mondom, hogy sajnos, mert nyilván nagyon nehéz lehet újra és újra hallani, és ezzel kapcsolatban némileg átélni a történteket, de azt gondolom, hogy a nézőinknek így lesz meg az, hogy mi az ön története. Ugye Orosz Bernadett volt az, akit egykori párja K. István egykori katonaként olyan brutálisan megverte, hogy szilánkosra tört az orra, beszakadt a dobhártyája, a szeméből több napig folyt a vér, és a látása már sosem lesz olyan, mint a verés előtt, és miután Orosz Bernadett azt érezte, hogy a rendszer, a rendőrség nem tudja megvédeni ebben a helyzetben, ezeket a fotókat nyilvánosságra hozta. A nyilvánosság számára az ön története valahol itt kezdődött, és most ott folytatódik, hogy ahogy mondtam, Miskolcon szeretne képviselő lenni egy egyéni választókerületben, és úgy fogalmazott, hogy azért, mert hogy azt érzi, hogy ez a rendszer az áldozatukat nem védi. Viszont ez egy régebbi történet, amit említettem. Mi volt az utolsó csepp a pohárban, hogy most komolyra fordult ennek a politikai lépésnek a lehetősége? Igazán 5 éve önzetlenül is kitartóan küzdök ugye a kapcsolaton és a családon belüli erőszak közügyért, ami, aki engem ismer, tudja, illetve a munkásságomat, hogy ez szívügy számomra. Én úgy éreztem, hogy mint civil állampolgár mindent megtettem, ami tőlem telt, viszont egy bizonyos fogtól úgymond nem tudok tovább jutni, tehát ahhoz, hogy a mindenki számára szükséges érdemi eredményt elérjem. Mert történtek érdemi változások, de ez nem elegendő ahhoz, hogy tehát ahhoz, amit szeretnénk elérni. És igazán ez a jelöltség, ez azért történt, illetve azért fogadtam el, mert szeretném megnézni, úgymond tűz közelben lenni azt a területet, amiről sokan beszélnek, vagy negatívan nyilatkoznak, de én a személyes tapasztalatban hiszek. Ennek a híve vagyok, és szeretném megnézni, illetve igazán haladni a célom érdekében. Az, ami az elmúlt hónapokban történt, mondjuk a kegyelmi botránytól elkezdve Varga Judit interjúján át, az önben hogy fordult meg? Mert ugye a Népszavának nyilatkozta, hogy 2019 előtt például Fidesz szavazó volt. Így van. Én eddig próbáltam mentesülni a politikától, és annó édesapám tájékozódott a tévéből, és én rábíztam a döntést, együtt mentünk szavazni. De amikor velem ez történt, és segítségét fordultam a kormányvezetéshez, illetve akihez csak tudtam, és érdemben nem segítettek, de semmit mondó válaszok érkeztek, akkor mert akkor határoztam el igazán azt, hogy valamit teszek. Mert ez a rendszer, tehát az áldozatokat 5 éve is azt tapasztalom, hogy semmibe veszik. És szeretném azt igenis elérni, hogy a bántalmazót bántalmazónak nevezik, és ne mentegessék, és az áldozatokat pedig komolyan vegyék. Ugye, amikor ön levelet írt az erőszak után Varga Juditnak, és a mostani események fényében azt lehet mondani, hogy egy bántalmazott írt egy bántalmazottnak. Mert ugye Varga Judit is azt mondja, hogy ő is egy kapcsolati erőszak áldozata, még olyan fizikai támadást nem is érte, mint önt. Mindezek fényében hogyan értékeli az ő hallgatását, mert ugye azt mondja, hogy tőle se kapott választ? Így van. Kaptam választ, csak nem érdemít. Tehát igazán hárították a felelősséget.
És hát számomra megdöbbentő volt, amit hallottam. Nyilván én nem ítélkezem, mint ahogy soha nem tettem. Csak az felfoghatatlan számomra, hogy érdemben ő tudott volna legtöbbet tenni az áldozatokért, és hogyha ő is áldozat volt, ahogy mondja, akkor ha már a pozícióját nem is nézzük, az emberség és az empátia az, tehát az hol volt ebben a történetben? Ugye az ön személyes története az most ott tart, hogy 5 évvel később első fokon nem jogerősen az elkövető 1 év 10 hónapot kapott, de fellebbezett, ami egy enyhébb ítélet, mint amit a vádalku során felajánlottak, mert az 3 év 6 hónap volt. Igen, ezen szintén megdöbbentem az ítéleten, hiszen ha nincsenek példaértékű szankciók, akkor nincs a távoltartó ereje. Tehát a bántalmazók ugyanúgy megteszik, mert tudják, hogy egy jó jogi képviselővel a jelenlegi jogszabályok mellett ugye kiskapuk állnak lehetőségként számukra, amivel maximálisan élnek. És ez embertelen az áldozatokra nézve. Ugye azt úgy fogalmazott, hogy azért az LMP áll a neve mellett, majd mások mellett, mert hogy ők keresték meg. Mi van, hogyha a Tisza párt, Magyar Péter pártja is megkeresi, vagy ha esetleg ez megtörtént, akkor mit reagált rá? Még nem történt meg. Egyébként Miskolcon volt legutóbb, és én megnéztem személyesen. Jól beszél. Azonban én elköteleztem magam, tehát az LMP keresett meg, elköteleztem magam az LMP mellett, igazán magára a politikára nem volt rálátásom. Neki köszönhetem azt, hogy a célom érdekében ugye indulhattam képviselőként, és elköteleztem magam mellettük. Tehát akkor nemet mondaná neki? Ez a jövő zenéje, nem tudom. Tehát erre nem tudok még választani, hiszen nem kerestek meg, de azt tudom, hogy ha valakivel elkezdek valamit, akkor kitartóan azt végigviszem hálából. De azt az aspektust is mérlegelni, amit Varga Judit róla elmondott? Pontosan. Hát ami az interjúban elhangzott, hogy őt egy bántalmazó férként állítja be. Én erre azt tudom mondani, hogy Hajdú Péter műsorában ugye annó én is szerepeltem az ügyem kapcsán, és én meghallgattam a Varga Judittal készült interjút. Annyi észrevételem lenne, hogy az 5 év alatt a velem történteket tényként foglaltam össze. Nem derült ki az emberek számára, tehát nem pozícionáltam soha magam a nyilatkozataim során. Tehát nem derült ki például az rólam, hogy én is nagyon finom vasárnapi húsleves tudok készíteni, vagy anyatejjel tápláltam a gyermekeimet. Tehát számomra ebben a beszélgetésben tehát nem vonom kétségbe, hiszen nem voltam ott. Nincs személyes tapasztalatom, mert személyesen nem ismerem sem Varga Juditot, sem Magyar Pétert. Viszont mindenféleképpen fura volt számomra az, hogy pozícionálja magát egy áldozat, és azt követően tálalja a bántalmazás tényét. Én bármelyik áldozattal beszéltem, és rengeteggel az 5 év során, mindig csak a bántalmazásról beszélt, és magát nem pozícionálta. Ennyi az észrevételem. Hogyha megkeresné, akkor ezek szerint nem zárja ki, hanem mérlegeli Magyar Péterrel az együttműködést. És az, amilyen programmal ön elindul most jelöltként, az alapvetően a kapcsolaton belüli erőszakok, áldozatok jogainak az erősítése, segítése, de a más típusú rendszer áldozattiság is oda került, tehát millió területe van még az életnek, az oktatás, az egészségügy, ahol hasonló helyzetbe kerülhetnek azok, akik kiszolgáltatottak. Ez is fókuszba kerül, vagy kifejezetten a kapcsolaton belüli erőszak? Mindig is fókuszban volt. Tehát mindig is nyilatkoztam, hogy a védtelenek, az elesettek, különösen a gyermekek, jogait képviselem. Tehát igazán az igazságért küzdök minden területen, illetve a fronton, akik megkeresnek. Tehát ugyanúgy idős emberek is kerestek már meg problémával, illetve
gyermekek. Tehát, hogy itt dr. Barkai László, ugye a közös polgármester jelöltünk, abszolút felnézek rá, tehát személyesen ismerem, egy rendkívüli ember, és az ő programját, ami megtalálható ugye a neten is, maximálisan tudom támogatni, mert ugyanabban a szellemben gondolkodik, mint én is. Tehát számára az emberközpontúság, az emberség az rendkívüli szerepet játszik. Orosz Bernadett miskolci képviselőjelölttel beszélgettünk, köszönöm szépen. Én most nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.